Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, srácok, jönnek is Battlefield 5. Tetszik ez a játék, izgott témát ad beszélni róla. Ugye utoljára Battlefield 4-ben csináltam videókat tippekről, trükkökről a játékban, és most végre eljutottunk odáig újra a Battlefield 5 Egy olyan stádiumba ért a Battlefield újra, ahol videókat lehet csinálni a játékról, ahol van értelme beszélni arról, hogy technika és technikák és tippek és trükkök, arról, hogy hogyan mozgolódjunk a pályán, esetleg lövésről. Majd később egy másik videóban, hogy hogyan legyünk sikeresebbek ebben a játékban. És az első, hát nem az első, mert már csináltam egy ilyen egyszerű tippek videót, érdemes megnézni. A csatornámra ugorjatok el, és nézzétek meg az alap tippek, trükkök videót. De most beszéljünk egy kicsit, vágjunk is bele nagyon gyorsan a pálya technikáról taktikáról és te mint uh, squad leaderről hogyan uh, érdel azt hogy a csapatod, illetve a squadod, mert egy squad uh, a Battlefield 5-ben hatalmas, hogy is mondjam, változást érhet el uh, a játékban, tehát ha már van néhány ember, aki összejátszik, és hogyha még szóló játékos is vagy, hogyan érdel azt, hogy a, a squadod egy, kövesse az utasításaidat lehetőleg, ezáltal minél gyorsabban, minél több pontot gyűjtsél össze squad és be tud hívni azokat a bizonyos Support kills hívjuk így őket, ugye a rakétát, a tankot, a supportot. Um, szóval meglegyenek mindezek minél gyorsabban és minél effektívebben. Tehát, amire gondolok itt, egy játékban, például, hogyha szólózol és idegenekkel vagy egy legalább legalább meglegyen egy V1-es rakéta, illetve a 20 pontos tank. Mert ugye összesen nagyjából 60 pont így uh, az könnyen megeshet, hogy a legjobb squaddá is teheti a squadodat abban az adott játékban. Természetesen egy kicsit könnyebb, hogyha egy megbeszél, egy csapattal vagy, egy discordon, egy TeamSpeak-en valahol, és beszéltek, hogy mit, hogyan, hány, merre, meddig, viszont ugye a pálya technika, amit követtek, az is járuljon hozzá a siker élményetekhez. Battlefield 5-ben úgy érzem, hogy végre van értelme annak, hogy az objektívet jázd, és nem csak annyi az egész értelme, hogy nyerjünk, és a legjobbak legyünk. Battlefield egybe hál' Istennek a challenge már úgy vannak összerakva, hogy mindegyikért, hogyha, ját, hogyha meg szeretnéd szerezni a különböző kozmetikumokat, akkor mindegyik challenge az objektívek köré vannak téve. Itt ölj meg ennyi embert, itt csinál ilyen killstreaket, ott csinál, de mindegyik, menj le ez az ászló, és az, amikor támadsz, akkor három embert ölj meg, most valamit. Amikor védelsz, akkor ölj meg ennyi embert. Szóval mindegyik objektív köré van hely, ve így értelme van annak, hogy, hogy játsz a játéka. Kell a kozmetikum, játsz az objektívod. Ha már az objektívot játszod, akkor játsz jól, és szerez meg azokat a bizonyos kísérleteket minél gyorsabban, hogy üttesd a csapatodat. Szóval duplán nyersz, és nyersz, és nyersz a játékban. És ez egy pozitívum a Battlefieldben. ez egy, ez, Ezt nagyon eltalálták, és ez így tök jó, ahogy van. Na most, pályatechnika Battlefield ötben, hölgyeim és uraim, éké a.k.a. nekrokrim elképzelése alapján, tehát megint csak mondom, az egész, ahogy én látom, és ami tapasztalatom van súterek terén, az a tizenbár év, ami, ami segít ahhoz, hogy egy-két dolgot észrevegyek a játékkal kapcsolatban, és hát ha tetszik, amit hallatok, akkor természetesen rajtatok áll, hogy alkalmazzátok-e a játékban. Vegyük alapul például ezt a térképet, ugye bár itt van a mi spawnunk, sajnálatos módon, és uh, ugye minden pont Enemie kézbe van, sajnálatos mondod, de valamikor ugye mi jobban álltunk, még csak most csatlakoztam erre a pályára, ahogy nézem, csak az enemi, enemi felülkerekedett. Mit kell csinálni abban az esetben, és most csak Conquestről beszélünk, majd valamikor később fogok csinálni a többi játékmódról is, különböző technikákat, de tegyük fel, hogy te vagy a squad leader, mit kell csinálj ahhoz, hogy elérd a célodat, hogy minél gyorsabban, minél több pontot szerez, és taktikailag előnyhöz juttasd a, 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 a csapatodat, illetve mondjuk az, hogy legkevesebb kockázatot uh, vállalt el uh, azzal kapcsolatban, hogy minél kevesebb halálatok legyen, és mint squad leader úgy vezesd a csapatodat, hogy taktikusan végigmenj a pályán, és kiszűrjetek mindent, amire uh, szükségetek van. Tehát, amit látjátok itt live-ban, a, csapatom végre visszafoglalta A-t és B-t, ami egy jó dolog. Tehát amire fókuszálnod kell a kezdetnél például, vagy amikor már benne vagy a csatában, az az, hogy biztos legyél abban, hogy mögötted, tehát ha mondjuk C és D lenne a miénk, biztos kellene legyél valahogy abban, hogy mögötted nincs ellenfél. Tehát, ha mondjuk C lenne a miénk, akkor kénytelen lennél, tehát Természetesen, megint csak az én elgondolásom. Kénytelen lenni ha a célen, amilyen kénytelen lenne visszafele jönni, elfoglalni a majd B-t, és B-ről menni D-re. Az egész tak taktikának és technikának a lényege az, hogy amikor mész és foglalsz, ne ö, mögötted semmiféle ellenfél elfo által elfoglalt terület ne legyen. Azért, mert a spawn rendszer sajnos olyan ö, trükkös a zászlók körül, hogy um, az ellenfelet simán a hátad mögé dobja, és simán hátból lőnek. Tehát például ez a társam itt már elment c foglalni, amíg az A nem volt tiszta. Tehát meg kell győződnöd arra, hogy az A az tiszta, és csak azután menni tovább C-re. Ha most ennek a társának is sikerül a C-t elfoglalnia, vissza kell jöjjön arra. De nem baj, hogy vissza kell gyere arra. A lényeg az egészben az az, hogy ez itt, ez a rendszer, amit most a csapatom csinál, ez ne legyen meg mert előtted is, mögötted is enemi fog tudni bejönni, és a középső pontok hamarosan el fognak veszni azért, mert az enemi arról, erről és F-ről is tud jönni, tehát egyszerre több frontról támad az enemi, és be vagyunk szorulva középre. Szóval nem a legkézenfekvőbb technika. Amit látjátok, B-t már veszítjük, D-t már veszítjük, és még el se foglaltuk. A lényeg az, hogy ennek a srácnak itt, ha ő lenne a squad leader, parancsot kell adnia arra, és Ha csak a n és b -n játszunk, nem számít, mert a pontok akkor is jönnek a squad leadernek, és a célod az, hogy squad leaderként szedjél össze minél több pontot, hogy meglejenek azok a skills trikek, meglejen az a support, és támogasd a squadodat azzal az irányítással, hogy ne kapjanak sok killt és sok halált. Most, hogy csak a c Konkrétan, ugye ennyi irányból fognak támadni az enemik, és mindenki célra fog jönni. És e például ezen a pályán a cél a legkellemetlenebb pont, mivel sok a ház, sok a lerombolt ház, és minden egyenruha beolvad, egyszerűen nem veszed észre az enemit. Na most, ahogy itt csinálja ez a srác is, akármit csinál, jól csinálja, hogy A felé jön vissza. De már egy kicsit késő, hogy őszinte legyek, mivel hogy D és B-ről egyenesen rákempelnek majd az arra, tehát már el se fognak odáig jutni, hanem innen erről az oldalról és erről az oldalról, tehát három pontról erre a pontra fognak koncentrálni, ahogy az emberek futnak át. Amire szükséged van ebben az esetben kettő squad, vagy hogyha négyen vagytok egy squadba, akkor kettő ember bére, kettő ember arra, és megpróbáljátok adbét b t visszafoglalni, és onnan együtt el, átjönni D-re és mindazt visszafoglalni, mivel hogy jelen pillanatban miek? Ez a srác, ez nem tudom, hogy mit akar. Tehát ott hagyja úgy a célt és elmegy erre, mert azt hiszi, hogy az a cél, hogy minél jobban átjuss az ellenfél spawnra. Nem, a cél az, hogy a játékot élvezetesséted, és összegyűjtsd a pontokat, és megcsináld a challenge és uh, ugye egy jó squad leader legyél alapvetően, és egy jó squad leader nem az, hogy átmegyünk az összes ponton, és megcsináljuk, nem. Egy szisztemat szerint haladunk. A, B, C, D. És, és, hogy bezárjunk egy olyan háromszöget, ahol már az enemy nem tud mögénk spawnolni. Ő itt elfoglalja az e de mi fog történni? C-ről, F-ről, D-ről, Pif, egy pillanat alatt vissza fogják foglalni az ehhez már enemi nem, nem lusta visszafutni. De egy, egy taktikus irányjal e, behozva, szóval ha mögötted elfoglalják a pontot, akkor menj vissza arra az adott pontra, foglald vissza mindig azt az adott pontot, mindig az a lényeg, hogy ne engedd, hogy az enemi mögéd spawnoljon. A következő pályatechnika, amit alkalmazhatsz például ezen a pályán, de a legtöbb pályán, majd ha, ha, akarjátok és szeretnétek a videót, akkor csinálok minden pályáról ilyen alapvető dolgokat, meglátásokat, amiket észrevettem, is és érdemes csinálni. Ha a pálya széleken haladsz, de annyira a szélén, hogy ne legyél benne a spawn körbe, és csak akkor menjél be a spawn körbe, ha már mindenkit ki tudtál lőni eh, arról az adott pontról, és akkor sem menj be teljesen középre, igen, tudom, hogy középen gyorsabban foglal, de mindig maradj meg a foglalási terület széle felé, azt azért mondom, mert az, az enemik a foglalási terület szélére fognak beszponolni a spónhoz, és nagy eséllyel befutnak középre, ezért te a szélről kikempelheted azokat, akik befutnak középre, és ha már lelőttél egy enemét a foglalási területen, a mondjuk a foglalási terület széléről, akkor biztos, hogy meg róla, hogy elmész onnan, nem egy helyben kempez, mert ugye az az enemi újra beszpónol, akkor egyenesen oda fog menni, ahol te vagy. Srácok, uh, ennyi ennyi lett volna egy ilyen kis apró technika squad akik squad szeretnek játszani, azért, hogy gyorsabban összeszedd azokat a pontokat, hogy mindig jöjjenek a pontok, hogy lecsökkentsd a kockázatát annak, hogy folyton nagyon mészárolják a squadodat, és hogy általánosan ezzel elért azt, hogy lássák, hogy a, a, hogy, a, hogy a, squad olyan felé irányítsd, ami, ami logikusnak tűnik nekik is. Srácok, um, ez a videó ennyi, ennyi lett volna, én nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtam segíteni legalább egy keveset, hasznos volt a videó, írjátok meg a feedbacket, köszönöm a figyelmet!